ne keletkezzen tűz, hogy az adott koszorú maga a fenyőfa ne okozzon tüzet. És nem sokára egy teljesen kifejlődött tüzet látunk. Az első képeknél még azt láttuk, hogy a fenyő tötte az adventi koszorú. Most már jól lehet látni, hogy az égető gőző gázok, ahogy a mennyezetről áramlanak ki, az összes körülötte lévő és által körül örvénylet éghető anyagot meggyújtja. Érem, ebben az esetben már nincs esély menteni. És hát a régi televíziókra gondolunk, hiszen most éppen egy képcső durrant el kellő veszélyben. Csak kollégáim megfelelő védőfelszerelésben tudják ezt tani és eloltani és megmenteni esetleg, akik bent van. Pontosabb, amit ilyenkor el kell mondanom, hogy a 112-t hívják, a segélyhívót, és hagyjuk el ezt a teret, ha már nem vettük észre időben. Ne álljunk neki a tüzet oltani, hiszen jól látszik, hogy hatalmas lábokkal ég a bent lévő összes berendezés, legyen az tévé, bútor, és hát az egész, hangsúlyozni szeretném, az egész egy gyertya lángjánál keletkezett.